A 15. fordulóval folytatódott a másodosztályú labdarúgó bajnokság a hétvégén. A Gyirmót és a Siófok már úgy léphetett pályára az Alkufer stadionban, hogy tudták az előttük lévő mérkőzések végeredményét, így a gyirmóti csapat is tudta már a mérkőzés elején, hogy a Békés Csaba, illetve a Soroksár csak egy pontot szerzett, a kaposvári Rákóczi és a ZTE pedig kikapott, tehát pont nélkül zárta a fordulót. Ez az első öt csapat alkotja ugye most az élvonalat, közülük a Gyirmótnak volt így a legnagyobb esélye, hogy az előnyét megtartsa, illetve növelje. A labdarúgó MB2 15. fordulójában a gyirmóti mérkőzésen sárgában a hazaiak, kékben pedig a vendég Siófok együttese látható. Az eredmények tudatában a siófokiak is tudták, hogy nagyon értékes lenne nekik a három pont, ennek megfelelően aktívan kezdik a mérkőzést. És Elek Bence az, aki rögtön problémát okozza a gyirmóti kapu előtt a 6. percben. Jön rá a válasz, nem sokkal később, pontosan 8 perccel később. Eljut a labda Nagy Patrikhoz, aki ugye a házi góllövő lista egyik vezetője, és olyan jó 25-ről megkínálja egy lövéssel a kapust, a lövés azonban erőtlen. A 16. percben egy stresztik szabadrúgás, ez elkerüli a kapu jobb alsó sarkát. A 27. percben ismét ő a főszereplő, előre ível egy szabadrugást és Varga csúsztatja meg, azonban ez is elkerüli a vendégkaput. A 30. percben, tehát 3 perccel később járunk, egy labdaszerzés és egy gyors kontratámadás. Nagy húzza meg ott a labdát a pálya szélén, középre teszi, közben elcsúszik, Molnár jön ki a kapujából, és fejjel tisztáz, Szczesnik pedig ismét a főszereplő az üres kapu mellé emeli a labdát, így marad továbbra is a 0-0. A 38. percben ismét egy stresszik lehetőség, azonban ebből sincs gól, marad a félidőben a 0-0. A második játék részben aztán Nagy Patrik beívelése és Kontár fejese jelzi, hogy mindenképpen 3 pontot akar otthon tartani a gyirmóti csapat. Stresszik ismét nagyon aktív volt ott a szélen, Szarka pedig centikkel fejel csak a kapu mellé. Ismét Szczesnik ott a jobb oldalon, minden támadás szinte tőle indul, jön a beívelés, és Szarka most bele tudja tenni a lábát becsúszva ebbe a beadásba, ezzel az 59. percben 1-0-ra vezet a gyirmót. Nagyon jó ütemben jön a gólpassz onnan a jobb oldalról, ez volt egyébként Marek Szczesnik 9. gólpassza idén, ezzel az apró pici mozdulattal Szarka Ákos pedig a 10. gólját szerzi. Az 59. percben tehát 1-0. Nem sokáig örülhettek azonban a hazai szurkolók és a gyirmóti játékosok. A 61. percben ugyanis jön egy szabadrugás, nagyjából 22-23 méterről, és Zamosni lövi ki a jobb felső sarkot. Ezzel egalizálja az eredményt 1-1 a 61. percben. 63. perc, tehát 2 perccel járunk az egyenlítő gól után. Heffler csípel egy rosszul hazafejelt labdát, belelövi a kapusba, a kipattanót pedig Szczesnik próbálta kapura tenni. A gólvonal elől vágták ki azt a labdát. Aztán Szarka cselezget a 16-oson belül, Herjecki pedig csúnyán a kapu fölé bombázza a labdát. 69. perc. Meggyes lép ki nagyon szépen, aztán Eleknek passzol, Elek pedig a kimozduló kapus bal válla fölött lövi ki a hosszú sarkot, ezzel fordít a Siófok, 2-1-re vezetnek a vendégek. Nagyon szép az ütempassz, amit kap Meggyestől Elek, és nagyon elegánsan, nagyon okosan lövi el Rusák keze, illetve válla mellett a labdát. A 81. percben ismét az Elek-Meggyes páros, csak most fordított a leosztás, Meggyes az, aki megtornáztatja Rusákot, viszont most Rusák nyer. Egy perccel később ismét Szczesnik, egy óriási lövés, és Molnár csak öklözni meri. Egy érdekes, nagyon hosszú indítás, ami elcsúszik mind a támadó, mind a védő lába alatt, aztán elcsúszik egy másik védő, és elesik Horváth Roland, ezért pedig 11-est ítél a játékvezető. Megvan tehát az egyenlítésre és a pont mentésre a lehetőség. Nagy Patrik a 10. gólját szerezheti, és meg is szerzi a 90. percben. Ezzel 2-2-re
áll föl. A Gyirmót nem adta tehát föl. A fordítás után sem a hazai csapat, és olyannyira nem, hogy még a győzelemre is itt az esély. Présinger az, aki valahogy megkaparintja a labdát, jön a beadás, Szarka fejel, Molnár úszik, a labda pedig elhagyja a játékteret az alapvonalon. Túlköt ki, ezzel marad a 2-2. Ez volt egyébként a Gyirmót első döntetlenje az idei szezonban. A Siófoknak Zsinórban ez volt a 6., így mindkét csapat maradt a helyén. A Gyirmót az első, a Siófok a 17. helyen, azonban a Gyirmót ismét egy ponttal tudta növelni az előnyét ott a tabella élén.